15. fejezet A nászágy felfedezései A fogadóban étel várt bennünket, egy szerény esküvői vacsora formájában, beleértve a bort, a friss kenyeret és a marhasültet. Dugol karom fogott, amikor elindultam a lépcső felé, hogy megmosakodjak evés előtt. Azt akarom, hogy ez a házasság el legyen hálva, és efelől kétség se maradjon – utasított szigorúan, visszafojtott hangon. Nem állhat ing a jogi alapokon, és nem adhatunk ürügyet arra, hogy semmisnek nyilvánítsák, különben a fejünket kockáztatjuk mindannyian. Számomra úgy tűnik, hogy amúgy is ezt tesszük, jegyeztem meg mogorván. Legalábbis én. Dugöl rácsapott a hátsomra. Emiatt ne aggódj, csak tedd a dolgodat kritikusan végigmért, mintha kételkedne abban, hogy képes leszek megfelelni a szerepben. Ismertem Jimmy apját. Ha a fia egy kicsit is hasonlít rá, akkor semmi gondod nem lesz. Ó, Jimmy fiam! Rohant át a helységen az istállóból befelé jövő Jamiehez. A fiú arc kifejezéséből ítélve, ő is ugyanolyan utasításokat kapott. Hogy az Istenbe történhetett ez meg? Kérdeztem magamtól valamivel később. Hat hete még ártatlanul szedtem a vadvirágokat egy skót tombon, hogy hazavigyem őket a férjemnek. Most meg itt ülök bezárva, egy vidéki fogadó egyik szobájába, egy teljesen másik férjre várva, akit alig ismerek, szigorú utasításokkal arra nézve, hogy hálljam el a házasságom, különben az életemet és a szabadságomat kockáztatom mereven és rémülten üldögéltem az ágyon a kölcsönholmimban. Csendes nez hallatszott, ahogy a nehéz ajtó kitárult, majd becsukódott. Jamie az ajtónak dőlve figyelt. Egyre szégyenkezősebb lett a hangulat. Végül Jamie törte meg a csendet. Nem kell félned tőlem, mondta halkan. Nem fogok rádugrani. Önkéntelenül is felnevettem. Nos, ezt nem is gondoltam. Igazából úgy éreztem, meg sem érintene, ha csak fel nem szólítom rá. Ettől még állt, hogy valószínűleg nem sokára ennél sokkal többre fogom felszólítani. Két kedve méregettem jamie -t. Úgy gondoltam, nehezebb dolgom lenne, ha nem találnám vonzónak. Szerencsére annak találtam. Sőt, Viszont az elmúlt nyolc évben nem feküdtem le franken kívül senkivel. Ráadásul ez a fiatalember a saját bevallása szerint teljesen tapasztalatlan volt. Én még soha nem vettem el senki szüzességét. Még ha figyelmen kívül is hagyom az elvi kifogásaimat, és gyakorlatias nézőpontból szemlélem a dolgokat, hogy az örtökbe kezdjük el? Ha ilyen tempóban haladunk, három-négy napig itt fogunk ácsorogni egymást bámulva. Megköszörültem a torkom, és megpaskoltam magam mellett az ágyat. <coughs> Nem szeretnél leülni? De. Jamie átvágott a szobán, olyan mozdulatokkal, mint egy nagymacska. De ahelyett, hogy mellém ült volna, odahúzott egy széket, és velem szemben telepedett le. Kicsit óvatoskodva odanyúlt, és a kezébe vette a kezem. Az övény nagy volt, és erős, tele vörös színű pihékkel. Kicsit sokkot kaptam az érintésétől, és az ótestamentumból jutott eszembe egy rész. Az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Frank keze hosszú volt és karcsú, szinte teljesen szörtelen és arisztokratikus. Mindig is imádtam nézni, miközben tanított. Mesélj a férjedről, kérte Jamie, mintha a gondolataimban olvasna. Majdnem elrántottam a kezem a döbbenettől. Mi? Nézd, leány, három-négy napot itt kell töltenünk együtt. Bár nem teszek úgy, mintha mindent tudnék, amit kellene. Életen nagy részét egy farmon töltöttem, és ha csak az emberek nem különböznek nagyon az állatoktól, nem visz majd el annyi időt, amit meg kell tennünk. Van időnk beszélgetni, hogy ne féljünk annyira egymástól. A helyzetünknek ez a lényegre törő leírása egy kicsit megnyugtatott. Te félsz tőlem? De nem látszott rajta. Viszont talán ideges. Bár nem egy érzékeny lelkű tizenhat éves, akkor is ez lesz neki az első. Jamie a szemembe nézett és elmosolyodott. Igen, szerintem jobban, mint te tőlem. Ezért fogtam meg a kezed, hogy az enyém ne remegjen. Ezt nem hittem el, de köszönetképpen megszorítottam a kezét. Ez jó ötlet volt. Könnyebb beszélgetni, ha közben egymáshoz érünk. De miért kérdeztél a férjemről? Az a vad gondolat merült fel bennem, hogy mi van, ha a való szexuális életem érdekli, hogy tudja, mit várok tőle. Nos, tudom, hogy biztosan rágondolsz. A körülményeket tekintve ez elkerülhetetlen. És nem akarom, hogy valaha úgy érezd, nem beszélhetsz róla nekem. Bár most már én vagyok a férjed, ezt nagyon furcsa kimondani. Nem lenne helyes, ha őt elfelejtenéd, vagy megpróbálnád elfelejteni. Ha szeretted, akkor biztosan jó ember volt. Igen, az volt. Megremegett a hangom, és Jamie megcirógatta a kezemet a hüvelykújjával. Akkor a lehető legjobban igyekszem majd a szellemét azzal megtisztelni, hogy a felesége szolgálatára vagyok. Emelte, és csókolta meg mindkét kezem szertartásosan. Megköszörültem a torkom. <kül> Ez nagyon gálás tőled, Jamie. Jamie váratlanul elvigyorodott. Igen, akkor találtam ki, amikor Dugol odalent pohárköszöntőket mondott. Vettem egy mély levegőt. Lenne pár kérdésem, mondtam. Jamie egy mosolyt elfolytva lepillantott. Azt el is hiszem, helyeselt. Szerintem a körülményeket tekintve jogos, ha egy kicsit kíváncsi vagy. Mit szeretnél tudni? Hirtelen felpillantott, huncutságtól csillogó, ragyogó kék szemekkel. Hogy miért vagyok még szűz? Ö, erre azt mondanám, hogy többé-kevésbé a te dolgod. Dünnyögtem. Hirtelen elég melegem lett, és kiszabadítottam az egyik kezemet, hogy a zsebkendőmért nyúljak. Eközben megéreztem valami keményet a ruhám zsebében. Ó, erről megfeledkeztem nálam maradt a gyűrűd. Előhúztam, és visszaadtam Jamie-nek. Súlyos aranykarika volt, egy nagy, kerek rubint kővel. Jamie nem húzta az ujjára, hanem berakta a kis bőrerszénybe. Az apám egy gyűrűje volt, magyarázta. Általában nem hordom, de... Nos, szerettelek volna megtisztelni azzal, hogy olyan jól nézek ki, ahogy csak tudok ettől a vallomástól kicsit elvörösödött, és belemélyedt az erszény visszazárásába. Nagyon megtiszteltél, jelentettem ki önkéntelenül is mosolyogva. A ruhája ragyogó eleganciáját egy rubintal kiegészíteni olyan volt, mint Newcastle beszenet vinni, de meghatott a mögötte húzódó gondolat. Amint tudok, szerzek neked egy olyat, ami jó rád, ígérte. Ez nem fontos. Feleltem egy kicsit zavartan. Végtére is. Nem sokára eltűnök. Ö, de van egy nagy kérdésem. Folytattam, visszaterelve a medrébe a társalgást. Ha hajlandó vagy megválaszolni. Miért egyeztél bele, hogy elveszel? Ó, Jimmy elengedte a kezem, és kicsit hátradőlt. Egy pillanatig hallgatott, mielőtt válaszolt volna, és lesimítgatta a gyapjú szövetet a zombián. Láttam a nehéz szövet alatt a hosszú, feszülő combizmát. Nos, egyrészt hiányoztak volna a beszélgetéseink, felelte mosolyogva. Nem, komolyan kérdezem, erősködtem. Miért? Ekkor Jimmy elkomolyodott mielőtt elárulnám, Claire. Egy dolgot szeretnék kérni tőled, mondta lassan. És mit? Őszinteséget. Valószínűleg zavartan összerándultam, mert Jamie nyíltan előre hajolt, kezével a térdén. Tudom, hogy vannak dolgok, amiket nem szeretnél elárulni nekem, Claire. Lehet, hogy nem is vagy rá képes fogalmat sincs, mennyire igazad van, gondoltam. Nem fogom erőltetni soha, vagy olyan dolgokat kihúzni belőled, amik nem tartoznak rám, folytatta Jamie komolyan. Lepillantotta két kezére, amit tenyérrel befelé egymáshoz szorított. Vannak dolgok, amiket nem árulhatok el neked, legalábbis egyelőre. És nem kérek semmi olyat, amit nem adhatsz meg nekem. De egyet kérek, hogyha valamit mondasz nekem, az az igazság legyen. És ugyanezt ígérem neked. Most semmi nincs köztünk, talán csak egy kis tisztelet. És úgy gondolom, hogy ebbe a tiszteletbe belefér pártitok, de hazugságok nem. Egyet értesz? Nyújtotta ki a kezét tenyérrel felfelé, hívogatóan láttam a vérszerződés sötét vonalát a csuklóján. Könnyedén a tenyerébe tettem a saját kezem. Igen, egyetértek. Őszintességet fogsz tőlem kapni. Jamie ujjai könnyedén összezárultak a kezemen. És te is tőlem. Nos, vett egy mély levegőt. Azt kérdezted, miért vettelek el? Valóban kíváncsi vagyok erre egy kicsit. Feleltem. Jamie elmosolyodott. A száját elöntötte a szemében bujkáló vidámság. Nos, nem mondhatnám, hogy hibáztatlak ezért. Több bokom is volt rá. És igazából van egy, talán kettő is, amit még nem mondhatok el, bár egyszer elfogok. De a legfőbb bokom az volt, amiért te is hozzám jöttél hogy megmenekítselek Jack rendől karmaiból. A kapitány említésétől egy kicsit megborzongtam, és Jamie keze szorosabban kezdte fogni az enyémet. Biztonságban vagy, jelentette ki határozottan. Most már a tiéd a nevem és a családom, a klánom, és ha szükséges, a testi erőm is az az ember soha többé nem érinthet egy újjal sem, amíg én élek. Köszönöm. Válaszoltam. Lepillantva arra az erős, eltökelt arcra, a széles alszcsontjaival és a szögletes állával, most először éreztem, hogy Dugel abszurd megoldása talán mégsem volt olyan eszement ötlet. Testi ereje. Ez a kifejezés különösen megérintett, miközben ránéztem. Az eltökélten álló, széles vállára és a kecses mozdulataira, amikor a holdfényben hetvenkedett. Komolyan gondolta, bármilyen fiatal volt és tudta, miről beszél, és ezt a sebb helyei bizonyították. Nem volt idősebb sok pilótánál és katonánál, akiket kezeltem, de éppen olyan jól tudta, mint ők, hogy mi az ára az elköteleződésnek. Nem egy romantikus szólamot mondott nekem, hanem nyersen odaígérte a védelmemet, akár a saját biztonsága árán. Csak abban reménykedtem, hogy tudom ezt majd valamivel viszonozni. Ez nagyon lovagias tőled, mondtam teljesen őszintén. De ez megérte, nos, hogy elvegyél? Igen, felelte bólogatva. Ismét elmosolyodott, ezúttal kicsit komoran. Jó okom van arra, hogy ismerjem azt az embert. Egy kutyát sem bíznék rá, ha nem muszáj, nemhogy egy védtelen nőt. Milyen hízelgő. Jegyeztem meg savanyúan, mire Jamie felnevetett. Majd felállt, és odasétált az ablak melletti asztalhoz. Valaki, talán a házasszonya, egy csokor virágot tett oda egy viszkis pohárba. Mögötte két boros pohár és egy üveg állt. Jamie töltött mindkettőnknek, majd visszajött, és átadta az egyik poharat, miközben visszaült a helyére. Nem olyan jó, mint Kolum magánkészlete, mondta mosolyogva. De nem is rossz. Egy pillanatra megemelte a poharát. Frézörre, mondta halkan, mire ismét elöntött a pánik. Gyorsan elnyomtam, és én is megemeltem a poharam. Az őszinteségre, mondtam, és mindketten ittunk. Nos, ez egy ok, mondtam, miközben leeresztettem a poharam. Van még olyan, amit elmondhatsz nekem? Jamie figyelmesen nézegette a poharát. Lehet, hogy csak ágyba szeretnék bújni veled? váratlanul felnézett. Erre nem gondoltál? Ha zavarba akart hozni, akkor sikerült, de eldöntöttem, hogy nem fogom kimutatni. Nos, erről van szó? kérdeztem bátran. Ha őszinte akarok lenni, akkor igen, erről is. A kék szempár immár mereven bámult a pohár pereme felett. De ehhez nem lett volna muszáj elvenned. Ellenkeztem. Jamie felháborodása őszintének tűnt. Ugye nem gondolod, hogy házasság nélkül a magamévá tennélek? Sok férfi megtenné, feleltem az ártatlanságán csodálkozva. Ő egy kicsit zavartan dadogni kezdett. Majd visszanyerte az önuralmát, és méltóság teljesen azt válaszolta: Lehet, hogy ez a részemről nagyzolásnak tűnhet, de szeretem úgy gondolni, hogy én nem vagyok sok férfi, és hogy nem feltétlenül igazítom a viselkedésemet a legalacsonyabb elvárásokhoz. A szónoklatától kissé megindultan megnyugtattam jamie hogy elég lovagiasnak és úriemberhez méltónak találtam a viselkedését, és elnézést kértem a motivációival kapcsolatos kételkedésemért. Ebben a nagyon diplomatikus pillanatban kis szünetet tartottunk, amíg megtöltöttük a kiürült poharainkat. Egy ideig csendben iszogattunk, és mindketten kicsit zavarban voltunk az utolsó mondataink őszinteségétől. Szóval van valami, amivel viszonozhatom a segítségét. Őszintén szólva nem mondhatom, hogy nem erült volna fel bennem a gondolat. Már jóval azelőtt az abszurd helyzet előtt, ami bekeveredtünk. És volt az a pillanat, közvetlenül a kastélyba érkezésünk után, amikor az ölébe vett, és Megdöntöttem a poharam, és kiittem a tartalmát. Megveregettem magam mellett az ágyat. Ülj ide mellém, mondtam. És kutattam valami semleges téma után, ami kisegíthet bennünket a testi közelség okozta zavarból. Mesélj a családodról. Hol nőttél fel? Az ágy érzékelhetően besüllyed Jamie súlya alatt, és én megfeszítettem magam, hogy ne dőljek rá. Elég közelült hozzám ahhoz, hogy az ingúja hozzáérjen a karomhoz. A kezemet az ölemben tartottam, tenyérel felfelé, lazán. Jamie egy természetes mozdulattal megfogta, amikor leült, majd a falnak döltünk, és egyikünk sem pillantott le, de éppen annyira tudatában voltunk a testi kapcsolatnak, mintha egybeforrasztottak volna bennünket. Nos, hol kezdjem? Tette fel Jamie nagy lábát a székre, bokában keresztbe fonva. Mosolyogva ismertem fel a pózban a felföldiek kedvelt, kényelmes testhelyzetét, amit akkor szoktak felvenni, amikor alaposan megtárgyalják a családi és klárokonságot, ami a skót felföld szinte minden jelentős eseményének hátteréül szolgál. Frenkel egyszer a falu kocsmájában töltöttünk egy estét, és lenyűgözött minket az a beszélgetés, amit két idősebb fickó folytatott, és melynek során egy régi pajta lerombolását egy helyi viszály intrikáinak tudták be, ami amennyire meg tudtam állapítani, olyan 1790-re vezethető vissza. Azzal a fajta kisebb döbbenettel, amihez már kezdtem hozzászokni, rádöbbentem, hogy ez a viszály, aminek az eredete számomra már a múlt homályos ködébe veszett, még el sem kezdődött. Elfolytva a lelki felindulást, amit ez a felismerés okozott, kényszerítettem magam, hogy Jamie szavaira figyeljek. Az apám persze frézőr volt, lovát jelenlegi úrának fiatalabb féltestvére. Az anyám viszont mekenzi. Azt tudtad, hogy Dugöl és Koluma nagybátyáim? Bólintottam. Elég nyilvánvaló volt a hasonlóság az eltérő színek ellenére. A széles arccsont és a hosszú, egyenes, pengeéles orr egyértelműen mekezi örökségnek tűnt. Hát nos, az anyám a nővérük volt, és rajta kívül még két leánytestvérrel rendelkeztek. Janet nénikém már meghalt, mint ahogy az anyám is, de Jokasta Rupert egyik kuzinjához ment hozzá, és a Loch Eilean szélén él. él. Janet nénikémnek hat gyereke volt, négy fiú és két lány. Jokasta három, csupa lány, Dugölnek négy lánya, Kolumnak csak a kis is, az én szüleimnek pedig én is a nővérem, akit Janet nénikém után neveztek el, de mindig Jennynek szólítottuk. Rupert is mekezi, Kérdeztem, miközben erőlködve próbáltam megjegyezni a rokoni szálakat. Igen, ő... Jamie elgondolkozott egy pillanatra. Ő Dougal, Kolum és Jokasta elsőfokú unoka testvére, vagyis nekem másodfokú unoka bátyám. Rupert apja és Jacob nagybátyám testvérek voltak, továbbá... Várj egy pillanatot! Ne menjünk vissza túl messzire, ha nem muszáj, vagy reménytelenül belezavarodom. Még oda sem értünk a frézörökhöz, és már nem tudom követni az unokatestvéreidet. Jamie elgondolkozva megdörzsölte az állát. Hmm. Nos, a Frézer oldal egy kicsit komplikáltabb, mert Simon nagybátyám háromszor nősült, úgy, hogy az apámnak két készlet féltestvére van. Először hagyjuk annyiban, hogy hat Frézör nagybátyám és három néni kémél jelenleg, az unokatestvéreket pedig hagyjuk ki arról az oldalról. Rendben. Előre hajoltam, és töltöttem még egy pohár bort mindkettőnknek. A Mackenzie és a Frézörklán területei mint kiderült szomszédosak egy darabon, és a belső határaik egymás mellett futnak a tengerparttól Loch Nessig. Ez a közös határ mint a határok általában, egy feltérképezetlen, nagyon bizonytalan vonal, ami időről időre változik a megszokás és a szövetségek fényében. Ennek a határnak a mentén a Fraser földek déli végén fekszik Brochtuárák kisbirtoka, Brian Frasernek, Jimmy apjának a földje. Elég gazdag termést hoz, és halászni is lehet, továbbá egy nagyobb darab erdőben vadászni. Talán olyan hatvan kunyhót tart el, és a kis falut, amit Brochmordának hívnak. És persze ott van a major épület. Az korszerű, tette hozzá büszkén. És a régi, dupla faluház, amiben most már csak az állatokat és a termést tároljuk. Dugöl és Kolom egyáltalán nem örültek annak, hogy a nővérük egy frézőrhöz megy hozzá, és ragaszkodtak ahhoz, hogy ne a frézőrbirtok bérlője legyen, hanem a saját tulajdonán éljen. Úgyhogy az apám megkapta Lalibrohot, de a szerződésnek volt egy záradéka, amiben az állt, hogy a földet csak anyám ellen örökölheti. Ha gyermekáldás nélkül hal meg, akkor a birtok Lord Lovátra száll vissza az apám halála után, akár születik gyermeke az apámnak más nőtől, akár nem. De ő nem nősült újra, és én az anyám fia vagyok. Úgyhogy Lalibroh az enyém. Úgy emlékszem, tegnap azt mondtad, nincs semmit. Kortyoltam bele a borba, amit meglehetősen jónak találtam, mintha annál finomabbá vált volna, minél többet ittam belőle. Úgy éreztem, hamarosan abba kellene hagynom. Jamie egyik oldalról a másikra ingatta a fejét. Nos, valóban az én tulajdonom. Csak az a baj, hogy ez pillanatnyilag nem sokat jelent, mert nem mehetek oda. Bocsánat kérő pillantást vetett rám. Amiatt az apróság miatt, hogy vérdíjat tűztek ki a fejemre. Miután megszökött Fort Williamből, dugöl otthonába beánnáktba, ami áldottat jelent, mint elmagyarázta, vitték, amíg be nem gyógyultak a sebei, és meg nem szűnt a láza. Onnan Franciaországba ment, ahol két évig harcolt a francia hadseregben a spanyol határ mellett. Két évet töltöttél Franciaországban, mégis szűz maradtál? csúszott ki a számon akaratlanul. Rengeteg franciát ápoltam már, és kételkedtem abban, hogy a nőkhöz való hozzáállásuk sokat változott volna az elmúlt kétszáz évben. Jamie szája sarka megrezzent, és a fiú felém fordulva lepillantott rám. Ha láttad volna a francia sereget kiszolgáló szajhákat, szászenách, azon is csodálkoznál, hogy hajlandó lennék hozzáérni egy nőhöz, nemhogy ágyba bújni vele. Én félrenyeltem, kiköptem a bort, és addig köhögtem, amíg Jamie végül ütögetni kezdte a vállamat. Akkor levegő után kapkodva, és vörös arccal lenyugodtam, és sürgetni kezdtem jamie hogy folytassa. Egy évvel azelőtt tért vissza Skóciába, és hat hónapig egyedül élt, vagy egy törött emberekből, klán nélküli férfiakból álló csapattal, akik az erdő vadjaiból és marhatolvajlásból éltek. És akkor valaki fejbe vágott egy fejszével, vagy valami olyasmivel. Vonta meg a vállát Jamie. És ami a következő két hónap során történt velem, azt illetően csak dugöl szavában bízhatok, mivel nem nagyon érzékeltem semmit akkoriban. Dougal egy közeli birtokon volt éppen a támadás idején, amikor Jamie barátai odahívták, valahogy sikerült elszállítatnia az unokaöcsét Franciaországba. Miért Franciaországba? Kérdeztem. Nagyon kockázatos lehetett olyan messze utaztatni téged. Sokkal kockázatosabb lett volna ott maradnom. A környéken mindenütt angolok járőröztek. Tudod, a fiúkkal elég aktívak voltunk és gondolom Dugöl nem akarta, hogy eszméletlenül találjanak rá egy zsellér kunyhójában. Vagy a saját házában? Kérdeztem kicsit gúnyosan. Gondolom odavít volna, de kétokból sem tehette. Felelte Jamie. Először is, akkoriban egy angol vendég volt nála. Másodszor is úgy gondolta, mindenképpen meghalok, hogy az apátságba küldött a Sontan de Bopré kolostorba a francia tengerparton, ami úgy tűnt, korábban a megboldogult Alexander Fraser birtoka volt, most pedig a tanulásnak és Isten dicsőítésének a szentélye. Alexander Jamie hat Fraser nagybátyjának egyike volt. Dugöllel nem jöttek ki túl jól, magyarázta Jamie de Dugó látta, hogy itt nem sokat tehetnek értem, ott pedig amennyiben lehet rajta egyáltalán segíteni, tudni fognak. És tudtak is. A szerzetesek orvosi tudásának és a saját erős szervezetének köszönhetően Jamie életben maradt, és szép lassan fel is gyógyult a Szent Dominik szent életű testvérei között. Amint ismét jól lettem, visszajöttem. Magyarázta. A parton dugol várt az embereivel, és éppen indultunk a McKenzie birtokra, amikor. Nos, találkoztunk veled. Rendőrkapitány azt mondta, marhákat loptatok, jegyeztem meg. Jamie minden zaklatottság nélkül mosolygott a vádon. Nos, dugol nem az a fajta ember, aki elszalasztja a vagyonszaborítás lehetőségét, jegyezte meg. Találkoztunk egy csorda jóféle állattal, akik egy réten legelésztek, és senki nem vigyázott rájuk, úgyhogy – vonta meg a vállát – az élet megkerülhetetlen törvényeit fatalistán elfogadva. Mint kiderült, én Dougal és rendőrlemberei összecsapásának a végén jelentem meg. Amikor észrevette a közeledő angolokat, dugul az emberei felét egy bozótos mögé küldte, eléjük vezetve a marhákat, még a többi skót a facsemetésben rejtőzött el, készen arra, hogy csapdába ejtsék az angolokat, ha arra járnak. És nagyon jól sikerült is, mesélte Jamie elismerően. Előttük pattantunk fel, és egyenesen átlovagoltunk rajtuk, kiabálva, Persze ők üldözni kezdtek minket, mi pedig felcsaltuk őket a domboldal süppedős talaján, sziklákon és ilyesmiken keresztül. Dugöl többi embere pedig eközben átvágott a határon az állatokkal. Azután leráztuk a vörös kabátosokat, és bebújtunk a kunyhóba, ahol először találkoztam veled, a sötétedésre várva, hogy észrevétlenül megléphessünk. Értem, válaszoltam. De eleve miért jöttél vissza Skóciába? Gondolom, Franciaországban sokkal nagyobb biztonságban lettél volna. Jamie kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, majd meggondolta magát, és a borba kortyolt. Láthatóan elértem az ő titkainak a határára. Nos, az hosszú történet, szászená, felelte kikerülve a témát. Majd később elmesélem, de egyelőre mi a helyzet veled? Mesélsz a családodról? Már ha úgy érzed, hogy megteheted. Tette hozzá sietve. Egy pillanatra elgondolkoztam, de nem tűnt túl kockázatosnak mesélnem a szüleimről és lempfácsikámról. Végtére is volt némi előnye nem választott hivatásának. Ókori történész éppen úgy lehetett valaki a 18. században, mint a 20.ban. Úgyhogy meséltem neki. Kihagyva az olyan jelentéktelen részleteket, mint az autók és a repülőgépek, és természetesen a világháború. Jamie figyelmesen hallgatta azt, amit mondtam, időnként belekérdezgetett, kinyilvánította együttérzését a szüleim halálával kapcsolatban, és érdeklődését Lembácsikám felfedezései iránt. És akkor találkoztam Frankel. Fejeztem be. Kicsit hallgattam. Mert nem voltam biztos benne, mennyit mondhatok még anélkül, hogy ingoványos terepre érnék. Szerencsére Jamie megmentett. És te inkább most még nem beszélnél róla, mondta megértően. Szótlanul bólintottam, és a látásom egy kicsit elhomályosodott. Jamie elengedte a kezemet, amit fogott, és átkarolt, majd gyengéden lehúzta a fejemet a vállára. Semmi baj simogatta a hajam kedvesen. Elfáradtál, leány? Hagyjalak aludni? Egy pillanatra feltámad bennem a kísértés, hogy igent mondjak, de azt igazságtalannak és gyávának éreztem volna. Megköszörültem a torkom, és a fejemet csóválva felültem. Nem. Vettem egy mély levegőt. jamie enyhe szappan, és borszaga volt. Jól vagyok. Mesélj, meséld el, miket játszottál kisfiúkorodban. A szobában volt egy vastag, 12 órás gyertya, amin sötétebb viaszgyűrűk jelezték az órákat. Három gyűrűn keresztül beszélgettünk, és csak akkor engedtük el a másik kezét, amikor bort töltöttünk, vagy felálltunk meglátogatni az elfüggönyözött éjjeli edényt a sarokban. Az egyik ilyen útról visszatérve, Jamie ásított egyet, és kinyújtózkodott. Rettenetesen késő van, mondtam, miközben én is felkeltem. Lehet, hogy le kéne feküdnünk. Rendben, masszírozta meg Jamie a tarkómat. Ágyba bújjunk, vagy aludjunk, vonta fel félszemöldökét, és a szájas sarka megremeget. Igazság szerint annyira ellazultam a társaságában, hogy már meg is feledkeztem arról, miért vagyunk ott. A szavai hallatán hirtelen elöntött a pánik. Nos, feleltem szédelegve. Akárhogy is, de gondolom nem a ruhádban akarsz aludni, kérdezte Jamie a szokásos gyakorlatias modorában. Nem, azt hiszem. Igazából az események zűrzavarában eszembe sem jutott hálóingre gondolni, amim amúgy sem volt. Általában az alsó neműben aludtam, vagy semmiben, az időjárástól függően. jamie csak a rajta lévő ruha volt, láthatóan az ingében akart aludni, vagy mesztelenül, és ez a helyzet gyorsan meg fogja oldani a dolgokat. Nos, akkor gyere ide, és segítek a csipkékkel meg minden, Jamie keze megremegett egy kicsit, amikor vetkőztetni kezdett. De a zavara eltűnt, miközben a több tucatnyi apró horoggal küzdött, amíg összetartották a fűzőt. Ha, mondta diadalittasan, amikor az utolsó is engedett, és együtt nevettünk ezen. Most hadd segítsek én neked, ajánlottam fel, úgy döntve, hogy nincs értelme a további halogatásnak. Felnyúltam, és kioldottam Jamie ingét, majd alácsúsztattam a kezem, és végighúztam a vállán. Lassan leeresztettem a kezemet a melkasán, végig simítva a szőrzetén, és a lágy bemélyedéseken a melbimbója körül. Jamie egyenesen állt, és zihálva vette a levegőt, amikor letérdeltem, hogy kigomboljam a szegecses övet a derekán. Ha meg kell történnie... Akkor történjen meg most, gondoltam, és elszántan felcsúsztattam a kezem Jamie kemény, vékony combján a kétje alatt. Bár ekkorra már pontosan tudtam, mit hordanak a skótok a szoknyájuk alatt, semmit, mégis okozott egy kis döbbenetet, amikor csak Jamie-t találtam ott. Ő ekkor talpra húzott, és lehajtotta a fejét, hogy megcsókoljon. Hosszú ideig tartott és közben Jamie keze elindult lefelé, hogy megkeresse a szoknyám kapcsát. A ruhadarab keményített fodor hullámként esett le rólam, rajtam pedig csak alsó nemű maradt. Hol tanultál meg így csókolni? Kérdeztem elakadt lélegzettel. Jamie vigyorgott, és ismét magához húzott. Azt mondtam, szűz vagyok, nem pedig szerzetes. Csókolt meg újból. Ha segítségre lesz szükségem, szólok. Szorosan magához vont, és éreztem, hogy a legteljesebb mértékben készen áll a feladatra. Némi meglepetéssel érzékeltem, hogy én is. Sőt, akár a kései óra, akár a bor, Jamie jó képűsége, vagy egyszerűen a megvonás miatt, de nagyon megkívántam. Kioldottam az inget a derekán, és felcsúsztattam a kezem a melkasán, a hüvelykujjjával körözve a melbimbói körül. Azok egy pillanat alatt megmerevettek, és Jamie váratlanul a melkasára rántott. Mondtam, fulladozva. Jamie mentegetőzve elengedett. Ne, ne aggódj, csókolj meg még egyszer. Meg is tette, és ezúttal lecsúsztatta a kombinénpántját a vállamról. Kicsit elhátrált, a tenyerébe vette a mellem, és éppen úgy dörzsölgette a melbimbóm, ahogy én az övét. Én a kiltje övcsatjával vacakoltam. Az ujjai segítettek az enyéimnek, és a csat felpattant. Jamie hirtelen a karjába emelt, és leültetett az ágyon az ölébe. Kicsit rekettes volt a hangja. Szólj, ha túl durva lennék, vagy ha meg akarsz állni, Bármikor, amíg össze nem kapcsolódunk, akkor szerintem már nem leszek képes megállni. Válaszul a tarkójára tettem a kezem, és magamra húztam. Oda vezettem a lábam között lévő csúszós réshez. Szentséges Istenem, mondta James Fraser, aki soha nem vette a szájára hiába az úr nevét. Abba ne hagyt, feleltem. Amikor utána egymás mellett hevertünk, úgy tűnt természetes számára, hogy a melkasán dédelgeti a fejemet. Jól összeillettünk, és a kezdeti visszafogottságunk eltűnt a közös gyönyör és a másik felfedezésének izgalma során. Olyan volt, mint amire számítottál? Kérdeztem kíváncsian. Jimmy felnevetett, amitől mély dörgést a fülem mellett. <laughs> Majdnem! Azt hittem... Nem, mindegy. Ne, mondd el, mit hittél? Nem fogom elmondani, mert kinevetsz. Megígérem, hogy nem nevetlek ki. Mondd el. Jamie a hajamat simogatta, hátra simítva a göndörfürtöket a fülem mellől. Ó, hát jó. Nem tudtam, hogy szemből kell csinálni. Azt hittem háttal. Mint a lovak. Nem volt könnyű megtartanom az ígéretemet, de nem nevettem. Tudom, hogy ez butaságnak tűnik, mentegetőzött Jamie. Csak. Nos, tudod milyen, amikor fiatal korában mindenféle elképzelése lesz az embernek, és ezek meg is ragadnak a fejében. Még soha nem láttál embereket szeretkezni? Ezen meglepődtem, mivel láttam a zsellérek házait, ahol az egész család egyetlen szobán osztozott. Persze Jamie nem zsellér családból származott, de akkor is ritka lehet az olyan skód aki soha nem nyit rá az éppen házas életet élő szüleire. Dehogy nem láttam, de általában takaró alatt voltak. Semmit nem láttam belőle, csak hogy a férfi van felül. Ezt tudtam. Hmm, azt észrevettem. Nem nyomta lakagyon? kérdezte egy kicsit félve. Nem teljesen. De tényleg ezt hitted? Nem nevettem ugyan, de széles vigyoromat nem tudtam elfolytani. Jamie füle egy kicsit rózsaszínes lett. Igen, egyszer láttam, ahogy egy férfi a szabad ég alatt elkap egy nőt, de az... nos, erőszak volt, az bizony, és hátulról csinálta. Ez mély benyomást gyakorolt rám, és ahogy mondtam, megragad bennem. Tovább állt, és ismét a lószelidítői technikáit alkalmazta rajtam. De ezek fokozatosan átváltoztak, egy céltudatosabb felfedező úttá. Szeretnék kérdezni valamit, mondta, miközben végighúzta a kezét a vállamon. És mit? Neked jó volt? kérdezte Jamie egy kicsit szégyellősen. Igen, feleltem teljesen őszintén. Ó, én is így gondoltam. Bár Mörtág azt mondta, a nők általában nem szeretik, úgyhogy végezzek olyan gyorsan, ahogy csak tudok. És mit tud erről Mörtág? kérdeztem rosszallóan. A legtöbb nő esetében minél lassabb, annál jobb. Jamie ismét felnevetett. Nos, te biztosan jobban tudod, mint Mörtág. Tegnap éjjel bőségesen elláttak jó tanácsokkal a témában. Mörtág, Rupert és Ned. De a nagy részük nagyon valószínűtlennek tűnt, úgyhogy úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha a saját eszemre bízom a dolgot. Egyelőre nem tévedtél. Feleltem, a melkasának egyik tincsét csavargatva az ujjam körül. Milyen bölcs tanácsokat kaptál még? Jamie bőre aranyszínű volt a gyertya fényénél. Nagy mulatságomra most még vörösebbé vált a restelkedéstől. A legnagyobb részét nem ismételném el. Mint már mondtam, amúgy is biztosan tévedtek. Rengeteg állatot láttam párzani egymással, és úgy tűnt, tanácsok nélkül is elboldogulnak. Gondolom, ez az emberekkel is így van. Belül nagyon jól szórakoztam azon, hogy van, aki az Istállóban és az erdőben szedi össze az anyagot a szexuális technikáihoz, nem pedig öltözőkben vagy mocskos újságokból. Milyen állatokat láttál párzani? Ó, mindenfélét. Tudod, a farmunk az erdő mellett volt, és rengeteg időt töltöttem ott vadászattal, vagy azzal, hogy elkóborolt marhákat keresek. Persze láttam lovakat és teheneket, disznókat, csirkéket, galambokat, kutyákat, macskákat, őzeket, mókusokat, batkanokat, ja, és egyszer még két kígyót is. Kígyókat? Igen. Tudtad, hogy a kígyóknak két hím tagjuk van? Úgy értem a hímeknek. Nem, nem tudtam. Biztos vagy te ebben? Igen, és mindkettő villás, így. Tárta szét a mutató és középső ujját illusztrációképpen. Ez rettenetesen kellemetlennek tűnik a nőstény szempontjából mondtam nevetgélve. Nos, úgy tűnt jól érzi magát mondta Jamie. Mára mennyire ezt meg lehetett állapítani a kígyók arc kifejezéséből nem sokat lehet kiolvasni. Én a melkasába temettem az arcom, és vidáman horkangattam. Jamie kellemes, férfias illata összekeveredett a vászon nyers szagával. Vedd le az inged mondtam, miközben felültem és meghúztam a ruhadarab gallériát. Miért? kérdezte Jamie, de felült és engedelmeskedett. Én előtte térdeltem, és a mesztelen testét csodáltam. Mert meg akarlak nézni magamnak válaszoltam. Jamie-nek gyönyörű teste volt, hosszú, kecses csontokkal és lapos izmokkal, amelyek áramvonalasan futottak a melkasa és a válladomborulataitól, a hasa és a combja keskenyebb vidékére. Jamie megemelte a szemöldökét. De akkor csináljuk igazságosan. Te is vetkőz le. Oda nyúlt, és segített kibújnom a gyűrött kombinémból, amit letolt a csípőmre. Amint lekerült rólam, megfogta a derekamat, és élénk érdeklődéssel tanulmányozni kezdett. Már majdnem elszégyeltem magam, mire végzett. Még nem láttál mesztelen nőt? Kérdeztem. Dehogy nem, csak nem ilyen közelről. Öntötte el az arcát egy széles vigyor és nem olyat, aki az enyém. Két kézzel simogatta a csípőmet. Jó széles csípőd van. Gondolom, termékeny fajta vagy. Micsoda? Felháborodottan elhúzódtam, de Jamie visszahúzott, és ledöntött minket az ágyra. Lefogott, amíg abban nem hagytam a vergődést, utána pedig annyira felhúzott, hogy ismét az ajkamhoz érhessen. Tudom, hogy egy alkalom elég jogi szempontból, de szégyellősen elhallgatott. Megint csinálni akarod? Nagyon bánnád. Ezúttal nem nevettem, de éreztem, hogy a bordáim megfeszülnek az erőfeszítéstől. Nem. Feleltem komoly arccal. Nem bánnám. Nem vagy éhes? Kérdeztem lágyan, valamivel később. Farkas éhes vagyok. Hajtotta le Jamie a fejét, hogy megharabdálja a mellem, majd vigyorogva felpillantott. De enni is szeretnék. Az ágy szélére gurult. A konyhában szerintem van kenyér és hideg marha sült, és valószínűleg bor is. Megyek és hozok vacsorát. Ne, ne fel, majd én hozok. Leugrottam az ágyról, és az ajtó felé indultam, egy kendőt húzva a vállamra a hideg ellen. Várj, Claire! szólt utánam Jamie. Jobb lenne, ha én, de ekkorra már kinyitottam az ajtót. A megjelenésemet az ajtóban olyan tizenöt férfi érdes éjjelzése fogadta, akik a lenti helység tűzhelye körül csoportosultak, ittak, ettek és kockáztak. Egy pillanatra elképetten megálltam a karzaton, miközben tizenöt vigyorgó arcvillant rám a tűzfényes árnyékok közül. Hey, – Hé, leány! – kiáltott oda Rupert, az egyikük. – Még tudsz járni. Ezek szerint Jimmy nem teszi a dolgát. Ezt a szellemes megjegyzés nevetés és további, még durvább megjegyzések követték Jimmy erőllétével kapcsolatban. Ha már kifárasztotta Jamie-t, boldogan átveszem a helyét, ajánlotta fel egy alacsony, sötét hajú fiú. Ne, ne, ő egy semmire kellő, vigyél engem, kiabálta a botrányosan részeg mörtág. Jamie után valami ilyesmire lesz szüksége, hogy kielégítse, lóbált meg egy hatalmas birkacsontot a feje felett, és a szoba rászkodott a nevetéstől. Megpróbáltalak figyelmeztetni, suttogta Jamie. Látnod kellene az arcodat. És mit keresnek? Sziszegtem. Oda lent azok a férfiak. Jamie kecsesen lecsúszant a nászágyunkról, és térden állva kotorászni kezdett a földön heverő ruhák kupacában. Tanúk, vágta rá tömören. Dugöl nem kockáztatja, hogy semmisnek nyilvánítsák a házasságunkat kezében a két kétjével felegyenesedett, és vigyorogva a csípője köré tekerte. Attól tartok, végleg tönkretettem a jó híredet, szászenák. Ingnélkül az ajtó felé indult. Ki ne menj oda? Kiáltottam hirtelen rémülettel. Jamie kezével a kilincsen megfordult, hogy egy megnyugtató mosolyt vessen rám. Ne aggódj, leány, ha már tanúk, akkor legalább lássanak valamit. Egyébként sem akarok három napig éhezni, pusztán azért, mert ugrathatnak egy kicsit. Amikor résnyire nyitva hagyva az ajtót kisétált, trágár tapsvihar hangzott fel. Hallottam, ahogy a konyha felé haladva gratulációkat, kétértelmű kérdéseket és tanácsokat kiabálnak neki. Milyen volt az első Jamie? Véreztél? Kiáltotta Rupert, könnyen azonosítható, pince mély hangja. Nem, de te fogsz lókötő, ha nem fogod be a szád. Felelt meg rá Jamie, széles kót akcentussal. Elégedett vonítások fogadták a visszavágását, és az ugratás folytatódott. Végig követte jamie a folyosón a konyháig, majd vissza a lépcsőn. Én résnyire kitártam az ajtót, hogy beengedjem jamie akinek éppen olyan vörös volt az arca, mint odalent a tűz, a keze pedig meg volt rakva étellel és itallal. Becsúszant az ajtón, egy utolsó, kirobbanó hahotázás kíséretében odalentről. Ezt az ajtó becsapásával folytottam el, majd rávágtam a reteszt is. Eleget hoztam ahhoz, hogy egy ideig ne kelljen kimennünk mondta Jamie, lepakolva az edényeket az asztalra, és gondosan ügyelve arra, nehogy rám nézzen. Ennél valamit? Elnyúltam mellette a boros üvegért. Még nem, most egy italra van szükségem. jamie olyan erős szenvedély lángolt, ami engem is felizgatott, az ügyetlensége ellenére, mivel még nem akartam tanítani, vagy a saját élményeimről mesélni neki, hagytam, hogy tegye, amit akar, és csak időnként tettem egy-egy javaslatot, például, hogy jobb lenne, ha a könyökére nehezedne, nem az én melkasomra. Annak ellenére, hogy túlságosan kiéhezett, és esetlen volt ahhoz, hogy gyengéd legyen, Olyasfajta felszabadult örömmel szeretkezett velem, amitől arra a következtetésre jutottam, hogy a férfiak szüzessége nagyon alulértékelt árucik. De olyan aggodalmat tanúsított a biztonságom iránt, amit egyszerre találtam kedvesnek és idegesítőnek. Valamikor a harmadik alkalom során nekifeszültem, és közben felkiáltottam. Jimmy azonnal elhúzódott tőlem, és riadtan mentegetőzni kezdett. Ne haragudj, mondta. Nem akartam fájdalmat okozni. Nem is tetted. Elégedetten kinyújtóztam, és álomian éreztem magam. Biztos vagy benne? Vizsgált meg Jamie, hogy nincs-e sérülésem. Hirtelen rádöbbentem, hogy pár apró részlet kimaradhatott a mörtág, és Rupert nyújtotta oktatásból. És mindig megtörténik? kérdezte Jamie lenyűgözve, amikor felvilágosítottam. Úgy éreztem magam, mint a bászi asszonyság, vagy egy japán gésa. Soha nem képzeltem magam a szerelem művészete szakértőjének, de el kellett ismernem, hogy vonzónak találtam a szerepet. Nem, nem mindig, feleltem mosolyogva. Csak ha a férfi jó szerető. Ó, Jamie füle halvány rózsaszínné változott. Kicsit megriadtam, amikor az arcán az őszinte kíváncsiság növekvő eltökéltségé változott. Legközelebb majd megmondod, mit kell tennem? kérdezte. Nem kell tenned semmi különöset nyugtattam meg. Csak csináld lassan, és figyelj oda. De miért várnánk? Még mindig készen állsz. Jamie meglepődött. Nem kell várnod, én nem tudom újból csinálni közvetlenül. Nos, a nők mások. Igen, azt észrevettem. Dönnyögte Jamie. A hüvelyk és a mutató ujjával átfogta a csuklóm. Csak te olyan kicsi vagy. Attól félek, hogy fájdalmat okozok majd neked. Nem fogsz fájdalmat okozni. Vágtam rá türelmetlenül. És amúgy sem bánnám. Látván az értetlen arc kifejezését, megmutattam neki, mire gondolok. – Mit csinálsz? – kérdezte döbbenten. – Pont azt, aminek tűnik. – Nem az Pár pillanattal később a fogamat is bevetettem, és egyre erősebben odanyomtam, amíg Jimmy egy éles szippantással be nem szívta a levegőt. Akkor megálltam. Fájdalmat okoztam? Kérdeztem. Igen, egy kicsit, kapkodott Jamie levegő után. Azt akarod, hogy abba hagyjam? Nem. Folytattam, szándékosan durván, amíg Jamie hirtelen össze nem rándult egy olyan nyögéssel, mintha gyökerestül téptem volna ki a szívét. Akkor hátradölt reszketve és levegő után kapkodva. Csukott szemmel motyogott valamit keltául. Mit mondtál? Azt mondtam, felelte, kinyitva a szemét, hogy azt hittem, szétrobban a szívem. Elvigyorodtam, önmagammal elégedetten. Ó, mörtág és társai erről sem beszéltek? Dehogy nem, ez volt az egyik dolog, amit nem hittem el. Felnevettem. Ebben az esetben lehet, hogy jobb, ha nem árulod el, mit meséltek még. De érted, mire gondoltam, amikor azt mondtam, nem feltétlenül bánom, ha fájdalmat okozol? Igen. Jamie mély levegőt vett, majd lassan kifújta. Ha ezt csinálnám veled. Ugyanazt éreznéd? Nos, válaszoltam, igazából nem tudom. Mindent megtettem, hogy a Frankel kapcsolatos gondolataimat elnyomjam, mert úgy éreztem, a hitvesi ágyban csak két ember legyen, függetlenül attól, hogy kerültek oda. Jamie nagyon különbözött Franktől, testileg és lelkileg is de valójában két test csak korlátozott számú módon tud találkozni, és mi még nem értük el az intimitásnak azt a magasságát, ahol a szerelmi aktus végtelen variációjú lehet. A hús visszhangjait nem lehet elkerülni, de pár terület még feltérképezetlen maradt. Jimmy arc kifejezése gúnyolódóvá változott. Ó, van valami, amiről nem tudsz? Nos, akkor majd kiderítjük, jó? Amint összeszedem az erőm. Ismét lehúnta a szemét. Talán valamikor a jövő héten. Órákkal hajnal előtt ébredtem, reszketve és mereven a rettegéstől. Nem tudtam felidézni az álmot, ami felébresztett de a hirtelen magamra eszmélés éppen olyan riasztó volt. Lehet, hogy előző éjjel, a frissen meglelt intimitásba veszve, egy időre megfeledkeztem a helyzetemről. Most egyedül voltam, egy alvó idegen mellett, akivel megmásíthatatlanul összefonódott az életem, és egy láthatatlan veszedelmekkel teli helyen sodródtam. Biztos kiadtam valami zaklatott hangot, mert hirtelen felrepültek a takarók, ahogy az ágyamban fekvő idegen, egy lábalól kirepülő fácán lélegzetelállító váratlanságával ugrott talpra. Az ajtónál torpant meg, gugoló pózban, alig látszva a kora hajnali fényben. Miután hallgatózott egy darabig az ajtón, gyorsan végigvizsgálta a szobát, hangtalanul csusszantva az ajtótól az ablakig, majd az ágyig. A szög, amiben a karját tartotta, arról árulkodott, hogy fegyver van nála, bár a sötétben nem láttam micsoda. A biztonságunkkal elégedetten leült mellém, majd visszacsúsztatta a kést a láthatatlan rejtek helyére, az ágytámla felett. Jól vagy, suttogta. Az ujja végig simított a nedves arcomon. Igen, sajnálom, hogy felébresztettelek. Rosszat ámottam. Mi az ördög? Kezdtem volna megkérdezni, miért ugrott fel olyan hirtelen. Egy nagy, meleg kéz csúszott végig a csupasz karomon, belém folytva a kérdést. Nem csoda, jéghideg vagy. A kéz betolt a nemrég kiürült meleg foltra, a takaró halom alá. Az én hibám, dünnyögte. Elvettem az összes takarót, Attól tartok, nem szoktam hozzá, hogy másokkal aludjak egy ágyban. Kényelmesen körénk csavarta a takarókat, és lefeküdt mellém. Egy pillanattal később ismét megérintette az arcomat. Miattam? kérdezte halkan. Nem tudsz elviselni? Belőlem szinte úgy csuklott fel a nevetés, mintha hüppögés lett volna. Nem, nem miattad. Oda nyúltam a sötétben, és megfogtam a kezét, hogy megnyugtatóan megszorítsam. Az ujjaim összegabajodtak a takarókkal, és meleg hússal találkoztak, de végül ráleltem a kézre, amit kerestem. Egymás mellett feküdtünk, az alacsony, gerendázott mennyezetet bámulva. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy nem bírlak elviselni? Kérdeztem hirtelen. Mi az ördögöt tudnál tenni? Az ágy megnyikordult, amikor Jimmy vállat vont. Elmondanám Dugölnek, hogy semmi akarod nyilvánítani a házasságot, mert nem háltuk el. Ezúttal rendesen felnevettem. Nem háltuk el? <laughs> És az a rengeteg tanú, a szoba lassan elég világos lett ahhoz, hogy ki tudjam venni a mosolyt a felém fordított arcon. Hát igen, tanúk vagy sem, csak mi ketten tudjuk, mi történt, nem? És én inkább választanám a megszégyenülést, mint hogy olyan feleségem legyen, aki utál. Felé fordultam. Nem utállak. Én sem utállak. És rengeteg házasság ennél kevesebb indult gyengéden elfordított magától, és a hátamhoz simult. A keze a mellemen volt, nem felhívásként vagy követelőzésként, hanem mert oda tartozott. Ne félj, súgta a fülembe. Most már ketten vagyunk. Hosszú napok óta ekkor éreztem magam először melegen, meghitten és biztonságban. Csak miközben újból álomba merültem a nap első sugarai alatt. Akkor jutott eszembe a kés a fejem felett, és akkor kezdtem elgondolkozni rajta, hogy milyen fenyegetés kell vajon ahhoz, hogy egy férfi felfegyverkezve és éberen aludjon a nászágyában.